Egy előadó, aki már 4 évesen gitározott és dalokat írt. Régi napok, gyönyörű napok, szeretem az emlékét. Egy férfi, aki 2017-ben már megnyerte a dalt. Na, 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 na. És egy gyermek, aki most apjához énekel. Ő az én apám. A dal 2019 indulója. Pápai Joci. Az én apám úgy nevel, mint a szél. Halkan fújt, énekelt, úgy mesélt. Ott lakott, hol minden út véget ért. Ez a regény, kis kevés, egy életért, egy életért. Hallom őt, az ő szívét a húrokon. Látom őt, múló idővel az arcomon. Az ő hitét, büszkeség vallanom. Ezer egy dalból ezt az egyet dúdolom, dúdolom. Régi napok, gyönyörű napok, szeretem az emlékét. Ő hív és hozzászaladok, játszani így volt szép. Régi dalok megidézik, még érzem a napfényét. A szél zúgását is hallom még. A szél hangjában is hallom még. Te messze el a bánatom. Mit adhatok, csak az, hogy hozzátartozom. S az én fiamnak büszkeséggel mondhatom. Ő az én apám, és itt az én otthonom. Régi napok, gyönyörű napok, szeretem az emlékét. Ő hív és hozzászaladok játszani. És itt is van velünk Pápai Joci, szia! Szia, nagyon szép este! A felvezetőben említettük, hogy ennek a dalnak nagyon fontos jelentése van számodra, hát igazán bensőséges lett, és úgy is fogalmazta, hogy ennek a dalnak feladata van. Mi a feladata? Igen, hát amikor megírtam a dalt, illetve a szöveget Karamellért és társadalmazóim is van a dalban, de hogy a dal ötletét azt igazából egyedül kezdtem el, és már akkor éreztem egy ilyen nagyon különleges hangulatot. És aztán átküldtem ezt, Karamell írta a szöveget, és átküldtem neki, és amikor visszaírta azt, hogy hát figyelj, szerintem nagyon súlyos dal lesz, és nagyon fog tetszeni, csak ennyit mondott, és amikor elkészült a szöveg, akkor ez a speciális dolog volt, mivel az édesapámról szól a dal, és úgy lett megírva, hogy nagyon jól ismeri az édesapámat, és az én gyermekkori kapcsolatomtól kezdve az, hogy megnőttem, és még most is mennyire fontos nekem édesapám. Szóval, hogy ilyen tekintetben számomra ez az egyik legkülönlegesebb dal, amit eddig írtunk. Úgyhogy igen, egy picit azért is mondtam ezt, mert mikor én meghallgatom, belőlem azt váltja ki egyébként, hogy így lelassul minden körülöttem, és ebben a rohanó világban annyira jó egy picit néha lelassulni, és figyelni azokra az értékekre és érzésekre, amire mostanában annyira könnyen átszaladunk rajta, és hogy talán az, hogy nekem jó a kapcsolatom az édesapámmal, de nagyon sokaknak nem, vagy esetleg nagyon sokaknak már nem élnek a szülei és az édesapja, és ez talán egy picit talán megtanítja elengedni azt talán a rossz érzéseket? Igen, hogyha esetleg rossz érzés is volt, vagy hogyha nagyon kötődünk. Nekem ilyen érzéseket vált ki egyébként a dal belőlem, és mivel már klip is megjelent belőle, és lassan 1 millióan megnézték, a kommentelőknek a 70%-a egyébként ilyen érzésekről beszél, úgyhogy eddig működik az, amit vártam tőle. Ugye a klipben azt láthatjuk, hogy van egy láda, amelyet visz egy fiú, kinyílik, és kicsit olyan, mintha emlékek lennének benne ebben a ládában. Neked milyen emlékek fűződnek édesapádhoz? Tehát így pár sztori így eszedbe jutott, ahogy meghallottad Karamell dal szövegét? Egyértelműen igen. És hogy régi napok megidézik
szóval, hogy maga annyira, annyira beszédes a szöveg, szóval, hogy annyira szerintem tökéletes a szövege, hogy, hogy egyszerűen annyira kimondja, amit nem szoktunk használni, és amit nem szoktunk kimondani helyettünk, és hogy mégis ritka érzéseket közül a dal, de mikor meg kimondja és énekli, és éneklik velem együtt, akkor meg így annyira olyan egyértelmű. És nekem az kell egy dalba igazán, hogy ezt érezzem, ezt a, hogy, hogy adja magát. És talán attól is ilyen hiteles, hogy nem tudom. Nagyon büszke vagyok erre a dalra. Édesapád, egyébként hallotta ezt a dalt? Mit szólt? Természetesen hallotta. Mindig autóban szoktam megmutatni az új dolgokat, mert ott szól úgy olyan komfortosan, ahogy, ahogy azt én szeretem. És akkor ezt is felcsavartam, és ült a hátsó ülésen az édesanyámmal, és csak amikor vége volt, akkor csak szipogásokat hallottam, és anyám beszólt azért, hogy na fiam, ez majdnem övön aluli volt. Azért ezt oda... Betalált. Ez azért eltalálta igen, őket nagyon. Ugye szombaton visszatérsz a dal deszkáira, a színpadra, ugye 2 évvel ezelőtt nyerted meg a magyar versenyt. Igen. Most milyen érzések vannak benned, hogy újra ott állsz majd? Fú, hát ez egy nagyon érdekes dolog, mert tavaly mindig meghívják az előző évi győztest a döntőbe, és akkor neki van egy külön produkciója. Ez velem is így volt, és amikor én oda felálltam arra a színpadra, ugyanazok az érzések kaptak el. Nekem az a színpad egy templom. És olyan érzések, ugye én ott születtem újjá, nekem az a második megszületésem volt, és nagyon durva érzés azon a színpadon állni nekem, és az lehet, hogy így is marad. És nem biztos, hogy el tudom képzelni azt, hogy én ott egy ilyen könnyedszerű dalt fogok énekelni valaha is. Szóval, hogy amikor én valószínűleg azon a színpadon vagyok, akkor nekem ott olyan kötelékek vannak és olyan emlékek, amiket nem nagyon tudok kitörölni, és nem is akarok. Van. Igen, ez nekem az a pop templom. Ugye egy fontos állomása volt, tehát akkor a karrierednek és az életednek is az, hogy ott voltál a dalban, és hogy ezt megnyerted. De mire tanított téged ez az egész versenyhelyzet? Nem tudom, hogy jó megfogalmazása ez annak, hogy versenyhelyzet. Nekem ez nem egy verseny, és nem is az volt 2 évesen. Én azt gondolom, hogy ott életek válnak valóra, és álmok válnak valóra. Nekem az akkora szeretet övezi azt a nem verseny, ha az, nekem akkor sem az. Szóval én ezt másképp fogom fel, és ez szerintem így is marad, és én nem szeretek legyőzni másokat, és nem szeretek versenyezni sem. Még ha az is, bátran mondhatom, hogy nagyon fogok örülni más örömének, ha más nyeri. Ez akkor is így volt bennem, és ez így is marad. Így is marad, majd most szombaton is így lesz. Ugye ezt még elárulhatjuk, Jóci, hogy nem csak a dalra készülsz, hanem lesznek majd változások is, ugyanis 2019-ben egy új műsor, egy új koncertműsorral készülsz majd a közönségednek. Erről mit lehet elárulni? Hát nagyon nagy erőkkel dolgozunk az idei koncertturnénkra. Igazából 2 éve nem tudok megállni, és nem volt annyira időm a fény, a vizuált és a táncosokat, a zenekaromat úgy összerakni, ahogy azt én megálmodtam. Ezt valószínűleg nyilván nem lehetett annyira érezni, meg látni, de én tudtam azt, hogy például azt a dalt milyen világításba és milyen érzésekkel akarom megtüzdelni, akár fény és látvány és hangzásban. Úgyhogy elkezdtük már, nagyon nagy munka, és nagyon lelkesek vagyunk, úgyhogy nagyon jó koncerteket szeretnénk adni már idén. Köszönjük szépen, és hát hajrá neked nagyon szombaton. Nagyon köszönöm, szép estét.